7 forduló van még hátra a bajnokság alapszakaszából, így most már minden mérkőzés kiemelt jelentőséggel bír a végső helyezés szempontjából. Fokozottan igaz ez a vasárnapi találkozóra, mivel a nyíregyházi csapat a Honvéddal azonos mutatóval 9 győzelemmel és 6 vereséggel áll a tabellán. Sitkó Ernő szakmai igazgató játékosként 6 szezon töltött a fővárosiaknál, így számára igazán ismerős a Dózsa György úti csarnok, ahová győzelmi szándékkal utaznak a kék cápák. Ha sikerül nyernünk náluk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy már csak nagy hibával eshetünk ki a legjobb 4 közül, és mindenképpen ezt mi el szeretnénk érni. Természetesen ez jó hír, rossz hír, nem tudom pontosan eldönteni, mert általában a srácaimat egyelőre a teher nyomni szokta, és nem azt a teljesítményt szokták nyújtani a teher alatt, amit ők valóban tudnak. Éppen ezért nem igazán dimenzionáljuk túl ezt a mérkőzést, egy ugyanolyan mérkőzés, mint bármelyik másik bajnoki találkozó. Meg kell nyernünk, oda kell menni, és ha úgy játszunk, ahogyan azt a legutolsó mérkőzésen tettük, akkor nem is hiszem, hogy problémánk lehet. A két csapat őszi mérkőzését 8 ponttal nyerték a kék cápák. A játékosként korábban Nyíregyházán is megforduló Puskás Artúr által irányított fővárosiak gyors, lendületes kosárlabdát játszanak. Hazai pályán erősek, egyetlen egy vereségük van, még a Miskolctól szenvedtek egy vereséget a szezon elején. Fiatal, hajtós, jól összerakott csapat. Itthon is nehezen tudtunk győzni ellenük. Idegenben is hasonló nehéz meccsre számítunk, de úgy érzem egyébként, hogy jó formában vagyunk. Az utóbbi meccseken kifejezetten jól játszottunk idegenben is, és ha igazából csapatként játszunk és jó dobóformát mutatunk, akkor elhozhatjuk a győzelmet. A budapesti Honvéd Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Békés Hódmezővásárhely, Salgótarján Tiszaújváros, Óbudai Kaszások Nagykőrös, Debrecen Miskolc és Mavsz 2 Eger.